Összesen 4600 utas és személyzet érkezett Sydneybe egy új, zélandi mágneses hercegnő hajóval, amelyen 800 korona volt a fedélzeten, ami egy ötödik pozitív teszt volt, írta. Az esemény sok részletben emlékeztet, amikor 2020 elején, a koronavírus járvány kezdetén 900 fertőzött egy Ruby Princess nevű hajón, és 28 közülük meghalt. Marguerite Fitzgerald, a hajó társaságának elnöke azt mondta, hogy azóta sokat tanultak a vírusról, így az akkori tragédiát nem lehetett megismételni. Hozzátette, hogy a fertőzött emberek enyhe tünetekről számoltak be, és hogy sokan nem voltak tünetei, akik megmutatták, hogy a vírus segít nekik a lehető leggyorsabban karanténba helyezésben. Egyébként növekszik a fertőzött emberek száma Ausztráliában.